Essence Lime Rikit szeretném bemutatni. Hát jól látszik így a méret ennek a növénynek. Itt ez egy anyatelep tulajdonképpen, de senkit ne zavarjon, mert nagyjából így nézhet ki a saját kertjeinkben is, ha megadjuk neki azt, amire a Lime Riki vágyik, ennek a Hidrangi Arborescence-nek. Tulajdonképpen mire vágyik? Tűzőnap, tápanyag, mély rétegű, humuszos, jó víz és levegőgazdálkodású talaj, öntözés, különösen a száraz időszakokban. Nagyon zsenge hajtása van, óriásiakat hajt a tavaszi visszametszések után. Nagyon ritka az, amikor olyan szárak vannak benne, mint amit itt látunk, hogy nincsen rajta virág. A legtöbb hajtás az virágzatba torkollik, amelyik pedig nem, az virágzatba fog torkolni, ugyanis egy nagyon hosszan tartó virágzási időről beszéltünk. Ugye a hidrangák azok különösen híresek arról, hogy hosszan virágoznak, és ez a Lime Riki is ezek közé tartozik. Talán a panikulátok, mint a picikét hosszabban virágozzanak, mint az arborescensek. Nyilván nem lehet összehasonlítani az almát a körtével, ennek teljesen más a virágszerkezete, inkább egy ilyen elterülőbb, nagyobb fehér tányért kell elképzelni. Picit olyan, mint egy ilyen bodzavirág, csak még jobban kiterítve. Nagyon izgalmas az egész virága, vagy virágzata, távolról is látszik, egy igénytelen, nagy, zöld hajtásrendszerrel és zöld levélzettel, lombozottal rendelkező, nagyon-nagyon szép virágzó cserje, ami teljesen igénytelen, tényleg, tehát hogy ilyen alap dolgokat, amiket megadunk otthon, nem tudom, a fűszfánknak, meg a rózsáinknak, hogyha ezt megadjuk ennek a Lime Rikinek, akkor pontosan ugyanezt a karaktert, ugyanezt a habitus, ugyanezt a szépséget, amit itt most itt láttak ebben a videóban, ezt el tudjuk érni Magyarországon, bárhol. Egy fagytűrő növényről van szó, a pangóvizet nyilván, mint annyi más növényt nem szereti, de hogyha ezeket megadjuk neki, akkor bizony hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a Lime Riki az egy szolitár lehet a kertünkben, vagy akár mondjuk egy utcafronti, laza, sövény, vagy pedig térelválasztónak is tudjuk használni. A helyigéne az nyilvánvalóan van, tehát nagyon szűk területekre ne ültessük be, itt is azért most legalább a kamera is köztem van egy 2,5 méter, egyszerűen egy ilyen nagy szétnyíló növényről van szó, de ott, ahol van hely, mondjuk egy 500 négyzetmétertől fölfele, egy akkora kertben, ott már bőven egy Lime Rikinek helyet lehet keresni és el lehet ültetni.